Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a sajtó megjelent képviselőit, és egy nagyon-nagyon drasztikus elvonásról fogok beszélni, ahol meg fogom említeni, hogy megoldást is kínál az MSZP ennek a problémának a javítására. A kormány úgy döntött, hogy 20 milliárd forintot vesz el a gyermekétkeztetéstől, és azért állunk itt ezen a helyszínen, mert a Kliknek a működtetésére fogja ezt az összeget átcsoportosítani. A korrupció gyanúba keveredett kormányzat nehéz sorsú gyerekek tányérjába nyúl, hogy még több pénzt lophasson el. Annak a Kliknek akarnak még több pénzt odaadni, amely eleve felesleges, és nem is képes ellátni azt a feladatot, amire létrehoztál. Gondoljunk csak arra, hogy a napokban derült ki, hogy azt az egyszerű feladatot nem tudta megint teljesíteni a Klik, ami alapfeladata lenne, szeptember 1-jével a gyerekek tankönyvvel rendelkezzenek. Most derült ki a napokban, hogy Marcali és környékén még mindig nincsen tankönyvük a gyerekeknek. De említhetnénk egy másik példát is. Szamosszegen meghosszabbították az őszi szünetet azért, mert a Klik nem fizette ki a gázszámlát, és nincs fűtés a helyi iskolában. Tehát kimondhatjuk, hogy azt a feladatot nem látja el, amire létrehozták. A Klik nem más, mint a fideszes káderek kifizetőhelye. A Klik egy eladósodott állami vízfej, amely nem csak azért létezik, hogy lehessen, csak azért létezik, hogy lehessen hol a fideszes haverokat kifizetni. Ezt a gyermekek étkeztetésére szánt pénzéből pótolják. A Klikket egyébként a kormányzat már az idén egyszer kimentette az adósságból, csak most az a döbbenet, hogy ezt a 20 milliárd forintot az önkormányzatoktól veszi el, amiből többek között persze a gyermek étkeztetést fogják megcsapolni. Ez már önmagában is felháborító, hiszen ez a kormány évek óta kivérezteti az önkormányzatokat. Az adósság átvállalás csak egy porhintés volt, valójában a többszörösét vették el az önkormányzatoktól, és most látjuk, hogy a költségvetésbe még több forrásokat fognak elvonni. Persze a kormányzat szeret dobálozni a számokkal, majd ki fogják mutatni, hogy több pénzt szánnak a gyermekétkeztetésre, mint tavaly, csak innentől fogva ezt hiába mondja Varga Mihály, hogy x milliárd forinttal megemelik a étkeztetést, ha két hónappal az év vége előtt, majd jövőre megint ugyanezt eljátszák, hogy több 10 milliárd forintot pedig átcsoportosítanak. Teszi úgy ezt a kormány, amely nem tudja lemosni magáról a korrupció bélyegét. Ennek a kormánynak semmilyen erkölcsi alapja nincs arra, hogy bármit elvegyen az emberektől, pláne nem a gyermekeinktől. A 2015-ös költségvetés brutális megszorításokkal van tele, ahol a legjobban pontosan ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek fog fájni, és a hátrányos helyzetű gyerekek szüleinek. A költségvetés tartalmazza a szociális kiadások brutális csökkentését, a tisztálkodási cikkek megadóztatását, a kafetéria brutális adóemelését, amely egy családnál több tízezer forint kiadás terhet jelent havonta. És akkor még nem beszéltünk a kafetériánál azokról a hátrányos helyzetű gyerekekről, akiket pontosan a kafetéria rendszernek a hasznából Erzsébet programba táboroztatott a kormány. Most ezt a programnak a megszűnését veszélyezteti a kafetéria rendszernek a brutális megadóztatása. Ezt követi majd az önkormányzatoknak a adóemelése, és most itt beszélni kell arról, hogy az önkormányzatoknak a következő évben korlátlan adókivetési jogot fog biztosítani a kormányzat. Ezzel a kormány a felelősséget áthárítja az önkormányzatokra, tehát a szociális feladatok ellátására azt mondja az önkormányzatoknak, hogy vessenek ki a helyi családokra adót, és finanszírozzák abból. A legnagyobb politikai bűn, ha egy kormány védtelen, kiszolgáltatott társadalmi csoportokat büntet. Akkor, amikor több mint 3 millió embernek már havi 65 ezer forintja sincs, megengedhetetlen, hogy százezrek alól húzzák ki az állami védőhálót.
ez a kormányzat a jövő évi költségvetésben ezt fogja tenni az emberekkel. És mindezt azért teszi, hogy tovább tudja működtetni a korrupciós rendszerét. Ez nem hiba, hanem bűn. És akkor elsorolnám, hogy mik azok a javaslatok az MSZP részéről, amivel ezt meg lehetne oldani. A kormány ne a nehéz sorsú gyerekek ételét vegye el, és ne az önkormányzatokat büntesse azzal, hogy az Orbán kormány fenn akarja tartani korrupciós rendszerét. Szüntessék meg a bajok forrását, és most akkor mutatok itt a klikre, annak a kliknek a működését, amelyik a fideszes kifizetőhelynek bizonyul ma Magyarországon. Fogadják el az oligarcha adót. Ne az emberek fizessenek a fideszes oligarcháknak, hanem az oligarchák az embereknek. Az MSZP számára csak is az az elfogadható mindaddig, amíg a magyar emberek Európa legnagyobb áfáját fizetik, a 27%-ot. Amíg a kormányzati paravánok mögött 1000 milliárdos nagyságrendben csalnak a forgalmi adóval, és az adóhatóság vezetőin az elmúlt 25 év legnagyobb kormányzati korrupciós bélyege van, ez a kormány nem követelhet semmit a magyar emberektől. Előbb tisztázzák magukat, és csak utána tartsák a markukat. Adjanak garanciát, hogy a befizetett adókat nem ellopják, hanem pontosan oda teszik, ahova való, mondjuk a magyar gyerekeknek az étkeztetésére.